Ennek is ezek hallgass majd a izét, a videót, ugye ezt mondom, milyen érzés, amikor pólózik egy lovar, és nem tudod, hogy mikor jön derültékből a villá, egyfolytában ezt mondom. Hogy olyan szegény Dankát úgy sajnálom, mondom. Hátra mondom, úgy de szar érzés van, hogy mikor vigyázz! De ők tényleg mindig megzavarnak passzus. Jó, de most lassan mentek. Igen. Hát már most csikóta mentek. Ja. Agakán és Bencuska. Tudom, kisétálok utánatok! Jó, akkor megbeszéltük a dolgokat, jó? Ja, ügyesen megnézem még ezeket, és akkor a Dankus tudja, Hibi. Most már úgy lesétáltam ide a lányokhoz. Ja, jöttek haza a mivel Bencuskával és a Agussal, itt meg mentek ki ketten, bejöttek a arabikáékkal, és most kimentek a mi van itt, kötél táncos és a vékony sárga, így van. És most már annyira lesétáltam ide, hogy fogom magam is szépen. Átvettem az ízét, levettem a csekim, hogy most már kisétálok, nem tökölök. Megyek, bazd meg, az biztos, hogy menni megyek, az 100%. Eszméletlen sokat. Jaj, a motorom nagy segítség azért, de gyalog is. Akár palik, akár lófasz, ide-oda. Tehát szedem a bütykeimet. De jó, tudatosan már gyerekkoromban is vonaton nem ültem le. Álltam. Álltam és mozgattam a lábaimat. És ez 100 éve volt. Hát nem fölraknak egy izét. 82-es pardubiceit, Riki képet. A cseh barátaim inkább így mondanak. Hát abban nincs is baj. Hanem, amikor utána számoltam. A 82-ben nincs bajom. 40 éve, basz meg, 21 éves voltam. 21 éves azon a fotón. Mindenki hullott, én nem egyedül a ritme. De nem az a lényeg benne. 41 év. Azt a kurva élet. Na, ez itt a baj, basz meg. És bármit csinálsz, jó, tudsz, egészséges életmód, egyebek, remélhetőleg tudod a életkorodat meghosszabbítani esetleg. Esetleg, az se biztos. Tüdőrákba haltak, itt most nem is cigizett. Megpróbálok. Úgy érzem, hogy nagyon egészségesen élek. Egyedül egy cigim van, ez még nem annyira vész. Jó, hát akkor nem teljes 100% egészséges élet, mindegy. Valami, de a többi, rengeteg folyadék gyümölcs, mondjuk mindenből a gagyi legolcsóbb. Másra nem telik. Na jó, ilyen ki Hibi, majd fönn Egon Csődi. Kidottam repetálva itt a... Kapu után indulhatunk, Galo! Hagy menjenek, majd újságot olvasnak otthon. Ugye mind volt padikba, trappoltak is, úgyhogy... Átértünk szépen, odafigyelj, szeresd, ahogy eddig a sárgát, egyre szebb, gyönyörű ez a kanca. Hajde, Galo! Hagyj menjenek! Majd pihennek a boxba. Na! Így van. Nem volt könnyű napunk. Nem volt könnyű napunk. Egyik sem az, a mai... Talán még nehezebb volt. Délután még vissza, ugye jön egy állatorvos, megnéz valamit. És még jövünk a Dagi sárgára. Persze, épp hogy hazamegyek, ott tökölök valamit, talán bekapok egy falatot aztán. Amikor szól Christopher, ajde. Jaj. Manitú még mindig nem jó, tehát a rakodás. Szalmám ott van, szanaszét 40 bála. A pali azért aránylag, hogy be van rakva oda. Hónap meg megint kézzel pakolás. Szalma, széna. Ja. Persze, méne. Nehezítő a dolgok. Kapu után lehet egy pindurkát rátenni tempóból, drágám. Nyugodtan egy kicsikét rá lehet tenni, és állj föl neki szépen. Fölállunk, ajde, kis tempó. Versenylovak, nem túralovak. Kötéltáncos is sárga, akinek tudom a nevét, de lehet, hogy nem tudom. A Q betűs az anyja vagy, már nem tudom. Majd kiderül. Mindegy. Vékony sárgát mondok, nem vékony. Sőt, szépen, egyre szebb. Fú, ez is amikor idejött. Meg vagyok átvezetve. És aznak felerősítem őket, rendbe rakom őket, egy vagyomba kerül. Aztán itt vagyok a szarba. Nem kicsit.
Legalább elmondhatom, a lovaim jó néznek. Azoktól nincs sajnálva. Tehát a keddi, nem mondom az összeget, amit költöttem. Nem mondom. Úgy patkolástól kezdve körmölésig, tápszalma, zab. Nyugodtan mehetnek. Hagyj menjenek egy kicsikét. Majd sétálnak a boxba. Mehetnek, mehetnek. Hát le a kalappal a lányaim előtt, az biztos. Béláik is besegítettek, ugye? Két lattot is. A lányok, csak csikók. Egy van, ami difficult, ugye a Christopheré. Tehát azt is a Katával elkezdtük szépen, lovagoltuk is. Csak azért vannak neki dolgai. Inkább átváltottam Christopherre. Gyönyörűen trappolt vele, kentrézett, diagonál, minden franc udvarba is voltunk. De nem könnyű esett, na. És az, hogy kiesen nekem egy ember, annyit nem ért. Inkább külső segítséget kértem, nem igen szoktam. Tegnap kértem, ugye ugrani voltunk Vendikével. Ádi barátom lehet, hogy föl is ül rá versenybe. Nem szoktam külsőt nagyon kérni. Utcsó, kör, kapun átrappolunk, de menjenek egy kicsikét. Hagyj menjenek. Csak mondom, hogy emmes nadrágom, és leesik róla. Így néz ki az emmes nadrágom. Ha? Emmes. Régen XL, XL és L-es között voltam. Ez a cilukáim. Hagyj menjenek. Picikét, dolgozzanak, esznek, dolgozzanak. Nekik ez a dolguk. Amikázzanak, jó kaját, azt ne sajnáld a lótól. A telivér az nem szereti a szegény szagot, az 100%. És már csak, hogy zabocskán, azon már nem tudsz a lóversenyen futtatni. Az elektrolit, a sebinál, ugye, ez mind vagyok. De ezeket meg kell adni nekik. Jó széna, hát nem véletlen, osztrák határól hordom a szénát. Jó zab nekik, jó széna, aranyszalma. Nem válogatod a penészből kifele. Ez átveszi a szagot is, hát még a jó is. Szupik vagytok? Jó van, gyönyörű. Hát szépen mentél, baba. Ki miatt fogyok? Ha? Itt van-e? Pont a képernyő. Ne, azért, ha megnézed a képet, látod, hogy följebb ment a kamera. Hello! Gondolom én erre a kiforgatása ide-arra. Ja. Azt nem mondtam. Nem amiatt. Idegileg. Mondjuk te is. Mind a ketten tönkreteztek. Teljesen. Stargépen átsétálunk, ala mezzó. Jön még Hibi, Egon Csődi, fönn valami. Kiraktam repetába ezeket a izé. De, ja, még a foltos még kidobjuk, hagyj süsse a nap. Behozzuk a izét, a cilát, azt menjenek.